Szeretnék minden uh, kedves megjelentet, bármilyen formában is jelentek meg, uh, üdvözölni. És igazából Cserti Tanár úr már el is mondta, amit még az elején bemutatkozásként uh, akartam uh, felsorolni. Ezt még úgy kiegészíteném, hogyha ne talán tényleg a téma kiderülne, hogy mégsem lenne érdemes ide, az egyértelműen Cserti Tanár úr hibája lesz innentől kezdve. De azért megpróbálom. A legjobbat kihoz. Én, én köszönöm, hogy most már nincsen felelősség. Megpróbálom kihozni belőle a legjobbat. És ugye ez nem akarja a teljes doktori témát átölelni. Azokból is megpróbáltam kimazsolázni, amit számomra érdekesnek tűnt. És mivel itt szerintem a jelenlévők közt sok tapasztalt atomcsíre járó hallgató is van, ezért tudják, hogy ezeknek az előadásoknak van uh, tudomány népszerűsítő, illetve egy kicsit toborzó jellege is, úgyhogy még talán a bevezetést is egy kicsit uh, hátulról rugaszkodva indulnám el, csak úgy gyorsan megmutatnám, hogy pillanatilag, nevezzük el, hogy jelentudásunk szerint, uh, ezek a mérhető méret skálák, egészen az atommagokig, bármit is jelentsen, 10 a mínusz 15. métertől, a megfigyelhető univerzum 10 -26 -on méter, a 26. méter, 40 nagyságrendet ölel át ez az egész skála. Ez a skála az, hogy milyen méretek léteznek, milyen méreteken tudunk mérést végezni. Így belegondolva egészen biztos, hogy 42, tehát hogyha nem jön ki, akkor az ábra lesz a hibás. Az univerzum látható megfigyelhető méreteiről, itt az atomcsillan is ezelőtt és ezek után is lesznek majd még előadások. Van egy olyan bizonyos távolság, ahol semmi esélyünk nincsen kísérletet végezni, szóval ott elméletet fel tudunk állítani, de nem biztos, hogy tudjuk ellenőrizni, hogy azok jók. Hogy idézzem jelenlévő tanáromat is: Egyébként előre menni az időbe könnyű, csak gyorsabban kell menni, mint a többiek, de visszamenni is lehet, csak megfelelő pályán kell keringeni egy megfelelő fekete lyuk körül. Igen, de kérjük a kísérletet erről, hogy ezzel uh, mi a helyzet. Illetve a másik oldala, hogy amikor az atommagokban belül a kvarkok közt milyen kölcsönhatások vannak, milyen kvarkok, szép nagy részecske gyorsítókat lehet építeni amit ugye az emberiség meg is tett, és ebből tudnak következtetni mindenféle információra ezen a méretskálán, de ez is egy kicsit, ez az egyetlen lehetőség van a kísérletezésre, és amit én ebben az előadásban a mikrométert szeretném kihangsúlyozni, a legizgalmasabb automatikusan az lenne, hogy ezeket lehetne szélesíteni a két szélét a skáláknak, de azt szeretném bemutatni, hogy nem csak ott vannak izgalmas dolgok, a szemmel már nem látható, tehát a sejtek szintjén, a mikrométernél is vannak még hozzá, mivel deformációkkal foglalkozok, azt szeretném bemutatni, hogy mi történik egy olyan deformációnál, amit még szemmel ugye nem tudunk követni, mert olyan kicsi. Bocsánatot kérek, nem néztem utána, hogy a szemünknek mi lehet a felbontása, de egy hajszál az 50, illetve 80 mikrométer. A mikrométer, egy darab mikrométer az ugye 10 a mínusz hatodikon, tehát a méternek a milliómod része, a milliméternek az ezred része. Ebből 50-et vagy 80-at nevezzük el száznak, egymás mellé teszünk, az egy hajszál vastag, a szemmel nagyon kényelmesen tudjuk látni, pontosan látjuk, hogy itt van ez a hajszál, de annál a részleteket már nem látjuk, tehát ennél finomabb részleteket nem fogunk látni, de mikroszkópokkal egyébként lehet látni, fénymikroszkóppal egészen egy mikrométerig elméletileg le tudunk menni. Na de mi van a deformációval? Itt volt a történelmi kísérlet, ez már 90 éve történt. Például veszünk egy hosszú, vékony fémszálat, bekerés sorován megcsinálták, állandó uh, terhelésnek tették alá, tehát csavarták és megnézték, hogy hogy válaszol erre a csavarásra. Na most, hogyha van nekem például egy kanalam, és azt meghajlítom, Alapvetően ugye két különböző deformációt gyorsan különböztessünk meg, aminek a neve eléggé már egyértelműsíti. Ha én alakváltozást csinálok a testen, utána elengedem, és visszamegy az eredeti alakjába, akkor az rugalmas. Viszont, hogyha alakváltozást csinálok rajta, elengedem, de nem megy vissza az eredeti alakjába, akkor az viszont maradandó deformáció. A kanálnál, hogyha meghajlítottam, elengedem, az eredeti alakját nem vette fel, maradandóan deformálódott, képlékenynek is lehet nevezni, plastikusnak is, akkor arra lehetünk figyelmesek, hogy ez időben úgy nagyjából homogénen történt az idő, minden pillanatában térnek minden, tehát a kanál minden egyes pontján kb. ugyanolyan deformáció van. Ezzel szembe, hogyha mikronos skálán végezzük el a kísérletet, tehát építenek egy olyan kísérleti elrendezéstől, a felbontásnál a deformációt már a mikronos vizsgálják, azt lehet lát, hogy ez nem egy szép, sima, homogén görbe, hanem a deformáció csak úgy, mint a fénynek is, hogy mondjuk fotonokból áll, itt is egy kis egységei vannak, időben valamikor történik a deformáció. Nem homogénan, nem az idő minden pillanatában. Nézzünk egy kicsit modernebb példákat erre. A baloldali, meg a jobboldali két kép, tegyük fel, hogy teljesen ugyanabból az anyagból készült. Semmi más különbség nincs, csak a mérete, egyedül a mérete. Most van egy épület, kb. két méter hosszú oszlop, amit elkezdek összenyomni, és hogyha ő maradandó deformációt él át, akkor kihajlik. Egy szép C betű lesz belőle, ez nem hirtelen elroppan, hanem szép lassan az idő múlásával megtörténik ez a kihajlás, és a tetején, közepén, alján is nagyjából ugyanakkora. Viszont, hogyha ugyanebből az anyagból a méretet lecsökkentem, kialakítok egy mikron méretű, a skálákra itt mindig felhívnám a figyelmet, oszlopot, azt ugyanúgy terhelem, mint a másik oszlopot, a deformáció már teljesen más. Időben is egy helyen fog roppanni, és térben is egy síkra koncentrálódik a deformáció. Most egy kis lélegzetvétel, és amiből a tanszékünk, illetve még a kutatócsoportunk is büszkén mondhatom, hogy erősek, ezek az oszlopoknak a kialakítása, és ezt szeretném egy, egy diával, nem, talán két diával is átvenni, hogy hogy történik. Mint mondtam, és ezt talán ismert is, hogy a fénynek van egy, fel, egy természetes, egy fizikai felbontási határa, egy mikronnál pontosabb részleteket nem tudok olyan lencsés fénymikroszkópot építeni, ami fel fog nekem fedni, vagy legalábbis sokkal nagyobbat. Viszont vizsgálhatok elektronokkal. A pásztázó elektronmikroszkóp úgy működik, hogy az elektronokat lefog, le tudom fókuszálni úgy elméleti szinten nanométer uh, méretre. Mondjuk egy négyzetnanométeres helyet tudok megvilágítani. A nanométer az ugye 10-9-en, az megint csak három nagyságrendel, tehát ezerszer kisebb mint a mikrométer, és az onnan jövő információkat tudom megnézni. Olyan jó hasonlat létezik még erre, hogy a gumilabdát hozzávágom a falhoz, nagyon pontosan, nanométer pontosan tudom, hogy hova dobtam hozzá a gumilabdát, és ahogy visszapattan, az alapján meg tudom mondani a fal tulajdonságait. Most a mikroszlopok kialakítása az olyan, hogy én nem csak elektronokkal, azaz gumilabdákkal dobálózhatok, vannak ionjaim, ami olyan, mint hogy a pisztolygolyót alkalmaznák, a gumilabda helyett az a falban krátert hagy. Még hozzá majd, hogy nem nanométer pontos kráter. Úgy lehet kialakítani ezeket a mikronos mintákat, hogy fókuszált ion sugárral szépen körbeásom ezt a hegyet, és utána lesz egy szép uh, mikroszlopom, amit utána ebben az elektromikroszkópban még össze is tudok nyomni, és meg tudom nézni, hogy az összenyomása hogy fog reagálni az oszlop, mert, mint azt mondtam, máshogy fog reagálni, mint egy ugyanilyen anyag, csak tömbi, csak hatalmas méretekbe. Mire használják még ezt a fókuszált ionsúlyos megmunkálást? Ezt is talán ki kell emelni, mikroelektromechanikai eszközök, tele van vele a laptopaink, a mobiltelefonjaink, mert például a gyorsulás, nyomásérzékelő gyroszkópok, tehát amikor a telefont a térben döntöm, a telefon tudja, hogy éppen hogy áll. Az ilyen mikroelektromechanikai eszközök alapján tudja. De mi legfontosabb, az autóban a légzsákot is ezek nyitják ki, elvégre gyorsulás mérést is tudunk velük csinálni, Elég egyszerű, ha túl nagy a gyorsulás a kocsiba, akkor viszont ezek az eszméletlen gyors eszközök azt mondják, hogy na, most gyorsan ideje lenne légzsákot nyitni. És innen mutatnám be akkor a saját laboratóriumunkat. Ez itt van tőlünk 20 méterre az alaksorban. Innen azt mutatnám meg. Van először egy akusztikus emissziós berendezés, amiről majd később még elég sokat fogok beszélni. Van nekünk egy összenyomógépünk, ami ahhoz kell, hogy oké, okay, a mikroszkópon belül már ki tudtuk alakítani ezeket a mikropillárokat, de azt mikronos skálán nekünk pozícionálni kell, el kell találni egy tűvel, össze kell nyomni és meg kell nézni, hogy az összenyomásra milyen választ ad. Itt látható a mikroszkóp, ez szokott még érdekes lenne, hogy mennyibe is kerülhet egy ilyen mikroszkóp, 200 kötőjel 800 millió forintos ára van. Ami nálunk van a tanszékünkön, az most már tíz évnél öregebb, de még mindig nagyon modernek számít, viszont mert azt szoktuk mondani, hogy Európa legfelszereltebb mikroszkópjáról van szó, tel is tele van detektorokkal, és ezért is van, hogy különböző számítógépek kellenek az egész rendszer irányítására. Van egy, ami csak a mikroszkópot magát, az elektronnyalábot kezeli, van egy, ami a különböző detektorokat, és talán az is elképzelhető, hogy egy ilyen mérés olyan, milyen rengeteg adat keletkezik, azt is külön számítógépen keletkezik, és hogyha olyan túligényes megrendelő van, aki véletlenül beszeretne szerelni mindenféle akusztikus emissziós vagy in situ indentációs eszközöket, akkor az szépen lehozza magával a hozzátartozó uh, alkatrészeket. Innentől kezdve lehet, hogy uh, egy kicsit bocsánatot szeretnék kérni, mert most egy kicsit uh, tanúra is következik az ezen az egy dián, mivel egyébként még nem válaszoltam arra, hogy csak azért, mert kisebb, valami, az miért deformálódna máshogy, ezért egy gyors bevezetőt szeretnék adni a diszlokációkból, hogy mik azok a diszlokációk, és aki természettudományra, sőt, aki fizikára fog ezek után uh, tovább tanulni, az sokat fog hallani róla, akik egyenesen anyagfizikán az viszont rengeteget. Azt, azt uh, ismertnek feltételezzük, hogy a fémes kötés, azt tudjuk, minden atom beadja a saját elektronját a közösbe, és az atommagok szép, periodikusan rács szerkezetbe leülnek. De most ezt a középső két ábrát ne nézzük, hogy történik a deformáció. Van egy ilyen alak, ez egy egy kristály, egy ilyen alapom, és deformáció után ilyen alak lett. Maradandó alakváltozás történt. Mondjuk úgy, hogy 32-ben még az volt a feltételezés, hogy mi történik, hogyha itt elvágjuk ezen a síkon az összes kötést az atomok közt, szépen ezt a felső térrészt a helyezem, és akkor a kötéseket megint újraépítjük. Mert itt már ismert volt az atomok közti kölcsönhatásnak a mennyisége, ki lehetett számolni, hogy ez mennyi energiába kerül. Mennyi energiába kerül, és az elmélet mögé kísérletet lehetett tenni, meg lehetett mérni, hogy mikor kezdődik ez a maradandó alakváltozás, azt látták, hogy százszor olyan könnyebb maradandó alakváltozásra sarkalni egy ilyen fémet, mint ahogy azt kiszámolták. Innen jött a diszlokációs elmélet, hogy ennek ugyebár nem így kell lennie, hanem most már nézzük a középső két ábrát, méghozzá inkább az alatta lévőt. Egyszerű, hogyha azt mondom, a deformáció legyen az, hogy én ezt a szőnyeget egy centiméterrel arrébb húzom két esélyem van, megfogom az elejét, egy centivel arrébb húztam, ez nekem valamennyi energiámba került. De van egy másik lehetőség, átmegyek a másik oldalára, egy egy centis gyűrést létrehozok benne, és csak a gyűrést magát végig húzom, és a végeredmény ugyanaz lesz, ugyanúgy egy centiméterrel ment tovább a szőnyeg. Viszont század annyi energiámba került, ez elég, elég nagy Bizonyítéka volt, hogy diszlokációk léteznek. Ezt ugye a hernyomozgással szokás még szemléltetni, illetve akkor itt van az ábra, megint nagyon fontos, honnan tudjuk, hogy hol van a diszlokáció. A bal oldalin és a jobb oldalin minden atom pontosan ott van, ahol neki azt a kristály szerkezet diktálja, hogy hol kell lennie. Középső két ábrán ilyen tébetükkel szokás jelölni a diszlokációkat van egy vonal mentén egy sor atom, akik nem ott vannak, ahol neki a kristályszimetria alapján kellene lennie, viszont távolabb tőlük mindenki szimmetrikus helyen van. Ezeket vonalhíváknak hívjuk, pontosan ugyanaz, mint a szőnyegen a gyűrés, és amikor ők elmennek A-ból b be akkor megtörténik a deformáció. Az a tére a merőleges. Kifelé, a táblában, úgy gondolom. Igen, ezt itt lézerpointerrel nehéz uh, lesz lemutogatni, de még szokás. De ott is ezt csak oda tudom, illetve ez most tükrözött kép, úgyhogy azt se lesz egyértelmű, hogy oda átviszem. Na mindegy, inkább elmondanám a másik uh, megközelítést, hogy itt látjuk, ez pontosan szimmetrikus, ez is pontosan szimmetrikus, és mi van, hogyha ide beerőltetünk egy félsíkot. Annak a félsíknak lesz egy vége. És ahol vége van, az lesz az a pont, ahol a diszlokáció úgymond a vonalát tudjuk definiálni. És ez a félsík, hogyha mondjuk azt ez a félsík tud mozogni, innen idáig, itt ezen keresztül. Ott nem kell minden kötésnek felszakadnia, csak azon a vonalon, és ezért elég sokkal kevesebb energia mozgáshoz. Van még egy mikroszkóp amit mindenféleképpen meg kell említeni, mivel az képes atomi felbontásra is. Van a transmissziós elektromikroszkóp, és méghozzá ez a felvétel a mi kísérletünkből származó anyagon történt. Egy transmissziós elektromikroszkópnál a felbontás már nem az határozza meg, hogy hogy fókuszáljuk le az elektronokat, hanem egy nagyon vékony mintán átvilágítunk. Hogyha ez a a fém, akkor benne az atomok periódikusan helyezkednek el, és hogyha az átvilágítás után megnézzük, hogy az atomok uh, hova szórták az elektronokat, az elektronok hol lesznek az alsó detektoron, az azt fogja meg nekünk megmondani, hogy mi a periodikussága annak az anyagnak, ami szórta ezeket az elektronokat. És innen már be lehet látni, hogyha a periodicitás sérül, valahol van egy diszlokáció, akkor az látható lesz a transzmissziós elektromikroszkópos felvételen, és itt ezek a mozgó. Uh, diagonálisan sehen mozgó valamik, ezek pont a diszlokációk. Itt deformáció éppen történik a transmissziós elektromikroszkóp alatt. Innen tovább mennék, hogy ez a diszlokációk ugye közvetetten megmagyarázták a 32-es Becker és Orván féle kísérletet, méghozzá olyan módon, hogy a diszlokációknak az átlagos távolsága mondjuk az, hogy a mikronos mérettartományba esik. Szóval, hogyha egy tömbién, egy méteres mintát megdeformálód, megdeformálok, akkor a diszlokációknak a ki átlagolt hatását fogom vizsgálni. De hogyha nagyon kicsi a felbontásom, mikronos tartományra megyek, akár időben, akár térben, akkor már látni fogom a hatást, és ezért lesz az, hogy látni fogom, hogy a deformációnak is vannak ilyen egységei, nem ilyen teljes simák. Ezt az elméletet három uh, kutató, Egymástól függetlenül, ugye két évvel a Becker és Orvánféle kísérlet után publikálta, és itt nincsen, nem tudom, newton i verseny, ez egy teljesen elfogadott tény, hogy ők hárman, akik közül egyébként ugye büszkén mondhatjuk, hogy ketten magyar származásúak, illetve polánnya kutatásait is Magyarországon végezte, egymástól függetlenül uh, publikálták azt, hogy ilyen diszlokációk fogják, szállítani a deformációt, de csak utána az 50-es évek elején, ha jól emlékszem, 51-ben, ha nem is annyira olvasó, ezt olvasható, kérem, higgyék el nekem, fáziskontraszt mikroszkóppal lehetett belátni. Engem meglepett, mert amikor rákerestem pár hete, akkor azt hittem, hogy ez a transmissziós elektromikroszkópi kép lesz a első, de nem, a fáziskontraszt mikroszkóp is képes megfelelő beállítással majdnem atomi felbontásra, Hisz, hogyha visszamegyek, itt van ez a szintatomi lépcső. Hogy milyen távolságban vannak az atomok, azt mostantól szeretném majd rácsparaméternek hívni. Ez általában három, illetve 5 tized nanométer szokott lenni ez a távolság, és ez az atomi lépcső látszik itt, ezekben a hat szögekben. De ezen a fázis kontraszt mikroszkópos képen a diszlokációt itt lehet megtalálni, illetve az adott pontokon. Ez természetesen ennél szabatosabban is be lehet látni, hogy ezek azok. A lényeg most az, hogy ez a felbontás megvan, és most már közvetlen bizonyíték is volt a diszlokációk létére. Most megint csak szeretnék egy nagyobb levegőt venni, és megint egy kicsit a modernebb irányba elmenni, hogy hogy tudunk elméleteket gyártani, illetve ellenőrizni, és így a molekuladinamikai szimulációkról szeretnék még pár szót szólni, mert egy ilyen kondenzált anyagot, egy kristályt, azt mi számítógéppel tudunk szimulálni, hisz ismerjük, vagy tegyük fel, hogy ismerjük az atomok közti kölcsönhatásokat. Nincs túl sok dolgunk, például egy 3x3x3-as kockát szeretnénk szimulálni, hogy hol, mikor, hol vannak az atomok, egy atom ugye a térben három koordinátával írható le. De minket érdekel az első szomszédja, meg a másod szomszédja is. Az összes, neki kell tudni, hogy hol van a helyzetük, illetve kell tudni, hogy mi a távolságuk. Az már megint három koordinát, és ez még csak az egyik szomszédja, mert első szomszédból is általában van vagy hat darab. És utána még nekem matematikát is kell mögé tenni, meg ki kell számolni, hogy egy darab atomra milyen erő hat, utána lehet léptetni az időt. És megnézni, hogy ha ez az erő ugye nem nulla, akkor elmozdult valahova. Elmozdult valahova, megint más lesz a távolsága a szomszédos atomoktól, megint, megint, megint újra, meg újra kiszámolni, ezért végtelen kapacitás igénye van, szinte végtelen az ilyen számolásoknak. De nézzük meg, hogy ezek hogy fogják mutatni a diszlokációkat, és hogyha minden igaz, itt jól látható, hogy ez, ez is egy négyzetrács. Az összes atom le van szimulálva, hogy mikor éppen hol van, az viszont már talán nem látszik, de minden atom rezeg. Hőmérséklet is van. De hogyha azt mondjuk neki, hogy húzzuk meg ezt a rendszert, akkor mi történik az atomokkal? Mondjuk azt, hogy például egy tized rácsparaméter nyit. hogyha arrébb megy az egyik atom, akkor az fessük be feketére. Hogyha kisebb, mint tized rácsparaméter, akkor azt hagyjuk szürkén, az csak ott rezeg magának. Itt már látszik, hogy akik sokkal távolabb vannak a rács pozíciójuktól, mint kéne lenniük, azok egy vonal mentén helyezkednek el, ő lesz a diszlokáció, és látszik, amikor meghúzzuk a rendszert, ez a diszlokáció mozog, tehát maradandó alakváltozás történt. Viszont ezt három dimenzióban is meg lehet csinálni, ennél a kísérletnél már nem ábrázolják az atomokat egyesével, csak azokat az atomokat, amik éppen nem a rácsnak megfelelő helyzetükön vannak, tehát akik diszlokációt alkotnak, ezek a piros, illetve zöld vonalak, és a hozzá tartozó mechanikai feszültséget is látjuk. Azért érdekes, mert itt ez a kísérlet, ez egy 6x6 nanométer szer 10 nanométer hosszú oszlop. Ezt már le lehet szimulálni úgy, hogy mindegyik atomot követem. Ez a 6x16, ez ugyebár 10x10x10, 10 10, és hogyha ismeretes, hogy általában mennyi szokott lenni a rácsparaméter, 0,3 nanométer, akkor itt körülbelül 30 ezer atomnak a egyszerre nyomon követéséről van szó. Ehhez hatalmas számítógépes kapacitás kell, meg igény, de ez már lehetséges. Szinte bravúr. Viszont ez a 10 nanométer, ez pont az, amit még a fókuszált ionsugárral ki tudok alakítani. Tehát ezen a tartományon kísérleteket is tudok végrehajtani. Hogyha pontosan kíváncsiak vagyunk például az atomok közti kölcsönhatásra, akkor azt én be tudom programozni, hogy valamelyik paraméterét megváltoztatom, mit fog adni a szimuláció ezt a kísérlet, majd cáfolja, vagy megerősíti, és így meg tudjuk pontosabban mondani, hogy ilyen rendszereknél még a köztes energiák. Még egy nagyobb hangvétel, ezt már előjáróban mondtam, most már túl vagyunk a felén egyébként, hogy az akusztikus emissziót is bemutatnám. A diszlokáció mozgás is kelt ilyen jeleket, de talán egyszerűbb bemutatni akkor, hogyha például egy repedés van az anyagba, Megint elképzelhetjük azt a rácsot, ahol mindenhol atomok vannak, és minden atom ugye köt egymással, vagy legalábbis fémes rendszerben megvan a pontos helyén, megvan a pontos kölcsönhatás, de van egy kupac atom egy síkon, akik úgy döntenek, hogy például én húzom, és ők ennek a húzásnak úgy fognak eleget tenni, hogy a köztes kötés megszakad. Ott létrejön úgymond egy rés, egy repedés, és ilyenkor, hogy hirtelen megszakad, mechanikai rugalmas hullámokat keltenek. Ez a hullám a forrástól szépen kimegy a felületre, és szinte orvosi stetoszkóppal a felületen lehet látni ennek a hatását. Ez az akusztikus emisszió az 50-es évek óta ismert, de amiben sikerült elsőnek lenni itt ezen a tanszéken, az, hogy ezt a méréstechnikát kutatási célnal alkalmazzuk, mert az eddigi felhasználása csak és kizárólag ipari jelentőségű. Viszont az hatalmas jelentőség, hogyha valakinek van egy több négyzetkilométeres gyártelepe, például földgázt vagy akármit tárol, át kell pumpálni a csöveken, szelepeken megy, de valami elromlott. Egyszer csak elkezd fogyni neki a nyomása, vagy a folyadéknak a térfoga, stb. Térfogata. Akkor egy ilyen hatalmas területen nincs esély arra, hogy a portást megkérjék, hogy keresse már meg, hogy hol van a szivárgás. Akusztikus emisszióval egyből meg lehet mondani, hogy hol van és mit kell cserélni. Ezt is egyszerűen el lehet képzelni. Van egy botom, két szélén két akusztikus detektor. Ha a közepén van egy repedés, a két detektor egyszerre fog jelezni, hogy mi hol történt. Viszont, hogy az egyik előbb jelez, mint a másik, akkor tudjuk, hogy az esemény az hozzá közelebb van. És azt is tudjuk, hogy hol van pontosan, abból, hogy mennyivel előbb jelzed be illetve, hogyha nem kettőt, hanem hármat, négy, négy detektort használunk, akkor meg tudjuk mondani, hogy hol hibás a dolog. És, mint mondtam, kísérlet vagy kutatásilag még nem volt felhasználva. Ez azt jelenti, hogy egyébként pontosan nem tudjuk, hogy egy ilyen szivárgás miért okoz akusztikus jelet. Szintén a rozsdásodás is, a repedés is, a repedés keletkezése, ezek mind akusztikus jelet keltenek, de nem tudjuk, hogy pontosan miért. Még egy példa a hidak, az egy olyan elfajult faj, hogy nekünk biztonságba kell tudni, mert hogyha egy híd mondjuk leszakad, az akár halálos áldozatta is járhat, viszont nincs esély túlféltésre, azt nem tehetjük meg, hogy évente lecserélünk egy hidat. Egy megfelelő rendszer kell, amivel az állapotát felmérjük, ugyanúgy az akusztikus emisszió, jellemzően a kábeles hidáknál, a kábel sodronyokból áll, és meg lehet mondani, hogy valamelyik sodrony hibás, pontosan melyik szála, és azt lehet cserélni. Ezek voltak az alkalmazások, és most mutatnám be a tanszéki eszközünket. Itt látható ez az összenyomó szerkezet. A mikroszkóba ugye ki tudjuk alakítani már a mikromintákat, amit ide teszünk, illetve egy akusztikus emissziós detektorunk is van hozzá. Megfelelően mikrométer pontossággal tudjuk pozícionálni a mintát, hogy az összenyomást azt normálisan el tudjuk végezni, és ezt az egész eszközt be tudjuk tenni az elektromikroszkóba. Itt egyel tovább lépnék, nem csak molekuladinamikai szimulációk léteznek, hanem diszlokációdinamikai szimuláció. A diszlokáció, szerencsére feljött a kérdés, hogy egyébként még hogy máshogy lehet őket bemutatni. Mondjuk azt, hogy ezt a fél a kristálytani félsíkot beszúrtam. De az is elég, hogyha csak egy vonal mentén, nem a helyükön vannak az atomok, akkor ott a környezetbe feszíti a többieket. Tehát két ilyen diszlokáció ebből a feszültségből egymással kölcsönhat. Bonyolult kölcsönhatások vannak, de ezek számolhatóak és ismertek, így nekünk nem kell az összes atomot szimulálni, csak elég a diszlokációkat lekövetni. Egy kicsit még bonyolultabb, mert a molekuladinamikánál még az első, meg a szomszédok hatását elég vizsgálni. Itt ez hosszú távú hatás, tehát nem tudunk végtelen mértékben szimulálni, mert mindenki mindenkivel összefügg, viszont a 10 mikrométer az már szimulálható. Molekuladinamikával előbb már a 10 nanométerről azt mondtam, hogy kisebb raburszámba megy, mindenkinek meg kell találni a saját szuperszámítógépet, ami er, szuperszámítógépét, ami erre képes lesz, de a diszlokáció dinamikával egy kicsit tudjuk növelni a méretet. Mi történt ennek a szimulációval? Ez már szerencsére a mi kutatócsoportunk általi kísérlet, és ezek a T betűk egyesével a diszlokációk, és itt már látszik, hogy amikor ők mozognak, ugye az, a maradandó deformáció, és ez a mozgás nem szép, egyenletes, hanem térben is, meg időben is itt szeparálva történik. Akkor rakjunk mögé elméletet. Mondjuk azt, hogy akusztik detektálható akusztikus jelet akkor kapunk, hogyha az összes diszlokációnak a sebességét összeadjuk, és az valamilyen határértéket meghalad. Ekkor az egész rendszerben tud olyan mennyiség rugalmas energia felszabadulni, ami a felszínen, a mi stetoszkópainkkal detektálhatóak. Oké, okay, ez volt az elmélet. Nézzük meg, hogy a kísérlet mit adott. Itt most csak összenyomtuk a mikroszlopot. Előbb még az is látszódott a molekuladinamikán, hogy egy bizonyos sík mentén mozogtak a diszlokációk. Ez most a mi rendszerünkben is igaz. A deformáció egy tipikus sík mentén történik, és csak is ott történik. Ugyanaz van a mechanikai feszültséggel, a piros vonal előbb is a piros vonal volt ahol feszültség is van, ott van a deformáció, illetve itt alul ezek a szép narancsára, illetve kék görvék, ezek az akusztikus emissziónak a meglétét fogják, hogy mikor mennyit jelzett a detektor. És pontosan ugyanazt kaptuk, mint a szimulációban. Tehát innentől kezdve azt mondhatjuk, hogy akkor most már sejtjük, hogy amikor a diszlokációk vezérlik a deformációt, akkor az akusztikus emisszió ezért keletkezik. Uh, miért akartam még nagyon kiemelni az akusztikus emissziót? Csak azért, mert négy nagyság rendel gyorsabb, mint a mechanikai feszültségnek a mérése. Hiszen a stetoszkóp az egy piezoelektromos kristály, nekem csak mérni kell az ő feszültségét, ezt sokkal gyorsabban tudom megcsinálni, mint hogy mérem azt, hogy én mekkora mechanikai feszültséget adok az oszlopra. De azt látható, hogy amikor azt mérem, hogy milyen mechanikai feszültség van az oszlopon, 5 millisekundumunként tudok felvenni egy adatot. Nem ez a világ leggyorsabbja, de ezt maximum egy nagyságrendel tudom levinni, viszont az akusztikus emisszió tized mikroszekundumos sebességgel képes felvenni ezeket az adatokat, sokkal pontosabban fogja nekünk megmutatni a deformációt. Ezen a millisekundumos skálán így néz ki egy tipikus akusztikus emissziós jel. Előbb, amikor a deformáció egységeiről beszéltem, tehát amikor megroppan maga az anyag, az a mechanikai feszültségen egy feszültségesésként látszódik. három 4 egymást követő atom, a, adatpont, túl sokat nem lehet tőle várni, viszont a, tízezer darab különböző akusztikus emissziós pont, és azt vettük észre, hogy még azon belül is van ennek a deformációnak finom szerkezete. Ez is szakaszosan, azon belüli is szakaszosan történik, és mi ilyen más fizikai rendszer van, aki ami ilyen uh, tulajdonságokat mutat. A földrengések, ami elég meglepő, mivel a mögöttes fizika az úgymond köszönő viszonyban sincs a diszlokációk mögötti fizikával, mégis az történik, hogy teljesen hasonló a két eset. Egy földrengésnél, az történik, hogy a két uh, uh, kontinentális lemez egymással szemben mozog, de az egyik állábukik a másiknak, és magával ragadja az egyiket. Itt a fölsőt. Ő ugye továbbra is menne előre, de itt a nagy surlódások miatt nem tudja a vágyait teljesíteni, ez ugye angolul is úgy mondjuk, hogy stressz alatt van, ez a szerencsétlen lemez, és év, évtized, évszázados skálán egyre rosszabbul érzi magát, hogy ő nem oda megy, ahova akar menni, amikor már nagyon rosszul érzi magát, akkor hirtelen feltör, és ez a hirtelen feltörés sem olyan, hogy egyszer megtörténik, mert szerencsére valamilyen szinten egy ilyen földrengés elő lehet jelezni úgy, hogy amikor már nagyon nagy a feszültség a felső lemezbe, akkor ő hirtelen elkezd helyezkedni. Ezek az előrezgések. Szintén a kéreg alatt jó mélyen vannak források, és mint az akusztikus emisszió, rugalmas hullámként feljön a felszínre, és ott pusztít, ott nagy katasztrófákat tud csinálni, de ennek vannak előjelei, van egy hatalmas földrengés, és vannak utózöngés is, utórezgések. És ez az, amiben kapcsolódik a diszlokáció dinamikához. Pontosabban, ugye a földrengésekkel, mivel elég nagy problémát tudnak okozni, nagy ismereteink vannak, nagy vizsgálatok vannak vele, ezért három skálatörvényt mutatnék. Az első Omori törvény az azt mondja, hogy van egy ilyen esemény, ami a főrengés, az előrezgés, meg az utórezgés. Ez a teljes esemény. Abból a legnagyobbra azt mondom, hogy ez lesz a főrengés. A főrengés után milyen valószínűséggel következik be időben egy másik utórezgés? Ez azt mondja, hogy így meg úgy lecseng. Minél többet várok a főrengés után, annál kevesebb valószínűséggel keletkezik egy utórezgés. Van egy másik, egy termelékénységi törvény, ami azt vizsgálja, hogy milyen valószínűséggel keletkezik az utórezgés annak a függvényében, hogy mi az energiája a főrengésnek úgy lehet érezni, hogy minél nagyobb a főrengés, annál nagyobb valószínűséggel lesz utána utórezgés, illetve egy másik, a gutenberg richter törvény pedig azt mondja meg, hogy minél nagyobb az energiája a rengésnek, annál valószínűtlenebb. És akkor ehhez is tartozik egy uh, sajnálatos esemény, hogy jól emlékszem, 2013-ban volt a Fukushima-i baleset, ami egy kicsit ezzel kapcsolatos volt, oké, okay, Japán az, annak kell energiállátás, épít az atomerőművet, annak ellenére, hogy törés lemezem van, megnézte, hogy az utóbbi 200 évben mi volt a legnagyobb földrengés, és mivel tudja, hogy van egy ilyen törvény, hogy az annál nagyobb rezgés már szinte elhanyagolható, nagyon kicsi a valószínűsége, akkor mondjuk megszorozta a tízzel, építette egy olyan erőművet, ami azt még kibírja, de mivel nem nulla valószínűsége a nagyon nagy földrengéseknek, sajnos jött egy olyan, ez ember legyen a talpának aki itt azt mondja, hogy mit, mivel kéne számolni. Még megerősíteni a kettő közti kapcsolatot. Itt gyorsan bemutatom, ez konkrétan cink, egy kristály, diszlokációjai által keltett akusztikus jel, és illetve több mint egy évvel ezelőtt volt Törökországban egy földrengés, és nagyon könnyű volt neten az ottani szeizmográfok adatait megszerezni, már ránézésre is ugyanazok, van egy főrengés, utórezgés, és itt is van egy főrengés, utórengés. Annak ellenére, hogy a földrengések és a diszlokáció dinamika mögöttes fizikája teljesen más, sőt, azok a hosszskálák, amin operálnak ezek a rendszerek, azok is köszönő viszonyba sincsenek egymással, 9-10 nagyságrend különbségben vannak. Ez volt úgymond az előadás mélypontja, úgyhogy ha még a hallgatóság bírja, akkor már csak 5 percet kérnék. Még egy kicsit uh, elég hangsúlyosra uh, sikerült a diszlokációkat venni, ezt sajnos ne is számoljuk le, hogy hányszor mondtam ki ezt a szót, de nem az az egyetlen, ahogy a fémek tudnak deformálódni, nem beszélve arról, hogy nem is csak fémek vannak, nagyon különböző anyagaink vannak, viszont érdekesség még ezen kívül is van. Itt van például az ikresedés, nincsen hozzá szükség ahhoz, hogy sérüljön a rágyszimetria, de nem is kell az atomnak egy teljes rácsparaméternyit nyit ugrania. Létezik egy olyan speciális ugrás, ahol ez a háromdimenziós rátszerkezet csak az orientációjában változik meg, amihoz az kell, hogy minden egyes atom egy icipicit, kevesebb mint tized rács elhelyez, áthelyeződik, viszont azt a megfelelő irányba, és innen lesz előtte, meg utána egy úgymond deformált eset, és ez nem kellett a rácimetriának sérülnie. Másik, hogy az elektron látszik az iker. Hogyha ikresedés történik, akkor az összenyomás közben itt most speciálisan kifehéredett, kifehéredett az oszlop, ott ikresedett át. A tankönyvi leírás az ikresedésnek az, hogy vezénszószerű, hirtelen mindenki egy adott térrészben az iker kristálynak a megfelelő kristálytani pozíciójába ugrik, Viszont mivel az akusztikus emisszió olyan gyorsan képes mérni, ezért azt tudtuk, hogy ez azért három különböző sebességet is hozzá lehet rendelni. Mert ez a tankönyvi hirtelen vezényszószerű uh, keletkezés, ez egy csírára lecsökken, és utána van még egy hirtelen laterális kiterjedés, ez nagyságrendekkel lassabb, mint a előző, és akkor tűnik láthatóvá a képen, illetve ami szintén a felvételen látható, van egy harmadik, amikor a határa vándorol, itt szépen már nem keletkeznek újak, csak a szemcsehatár megy tovább. Uh, ez még szintén az ikresedés, transmissziós elektromikroszkóp, és itt uh, mondtam, hogy ez atomi felbontást képes, ezek itt bizony az atomrácsok. És itt is látszik, hogy a átikresedik hirtelen az anyag, az is hirtelen történik, de másik uh, időskálát is hozzá lehet rendelni, és tényleg az utolsó még elég érdekes az alakemlékezés. Ebben a felvételben azt látjuk, hogy van egy bizonyos, egyébként elég uh, jó a neve, mert ki lehet találni, hogy mit fog csinálni a rendszer. Ez is az ikresedéshez tartozik, bár ennek is több típusa van. Hogyha megdeformálja a látható demonstrátorunk ezt az anyagot, akkor ikresedik, és az, az ikresedés belső feszültséget generál az anyagba. Tehát itt azt mondanám, hogy ez maradandó alakváltozás történt, mert most már nem felt ki erőd, de mégis más lesz az alakja. Viszont, hogyha megmelegíti, akkor visszaugrik az eredeti alakjába, azért, mert amikor kihajtotta, átikresedett, és belül olyan feszültségeket hozott rész, létre, ami magában nem elég arra, hogy visszaállítsa az anyagot, de hogyha egy kicsit unszolom, hajszárítóval melegítem, akkor már elég lesz. Mivel ikresedés, többfajta alakemlékezés is van, ez itt egy vezető tekercs, amiben hogy három folyik, itt mágneses tér jön. Az ikresedésről azt mondtam, hogy az irányultságát változtatja meg a cellának, és vannak olyan anyagok, aminek a cella térszerkezeté te befolyásolja azt, hogy milyen mágneses tulajdonságai vannak, hogyha ez megváltozik, akkor másik mágneses irányba lesz. Tehát a mágneses irányjal tudom változtatni, hogy milyen al alakja legyen ennek a anyagnak, illetve van a legutolsó, ezt szintén a saját laborunkba csináltuk, mikronos szinten akarjuk vizsgálni ezt a jelenséget, megnyomunk egy oszlopot, az ő jobb oldalra mozdult, most a nyomást kiengedjük, akkor egy kicsit alakemlékezve balra visszamozdul. Viszont, a tovább húzzuk utána, azt sejtenénk, hogy ő jobbra fog mozdulni, kiegyenesedik, de nem, ő megint balra fog mozdulni, és csak akkor, amikor a húzást elengedjük, akkor fogja ezt a jobboldali mozgást elvégezni. Erről többet sajnos nem tudok mondani, mert ez úgymond brand new kísérlet, még a teljes kiértékelést nem végeztük el. A utolsó szó jogán, ugye, még nagyon szeretném megköszönni a felkérést, hogy prezentálhattam én ezt a számomra igen szeretett témát, viszont azért mögé kell tenni, hogy milyen sok kutatótárs kellett hozzá, milyen sok embernek a hozzájárulása volt szükséges, hogy ilyen izgalmas dolgokat vizsgálhatjuk, vizsgálhassunk, és akkor itt szeretném megköszönni a figyelmet mindenkinek.